Mészáros Attila ifjúsági tanácsnok a Városházán fogadta az Aranycsapat Alapítvány meghívására Székesfehérvárra érkező kárpátaljai, erdélyi és felvidéki fiatal labdarúgókat. Szeretném megköszönni az Aranycsapat Alapítványnak és személy szerint Kül Lajosnak is, hogy megszervezte ezt a Kárpát-medencei összmagyar diákbajnokságot. És ennek keretében ezen a hétvégén Székesfehérvárra látogat, ez a 40-45 diák Kárpátaljáról, Erdélyből és Felvidékről. Én azt gondolom, hogy rendkívül fontos ez a mostani időszakban is, amikor most már megszületett a kettős állampolgárságnak a lehetősége. Kül Lajos a Kárpát-medencei összmagyar bajnokság megálmodója, büszke az elért eredményekre. Jött egy gondolatunk, tehát, hogy csináljunk egy komoly dolgot, ami tényleg hát egyesíti az egész történelmi Magyarországot, Magyar-Kárpát-medencét. És akkor hát mi legyen az? És akkor jött, hogy Kárpát-medencei összmagyar nemzeti diákbajnokság, hát mivel kezdhetünk a másra, mint focival? Nagykeresztesi Tamás a székelyföldi fiatal futballista számára is különleges lehetőség ez a látogatás. Ezen rendezvénysorozatban már egyszer részt vettünk a nyáron a Nemzetek kupáján, és hát nagyon örülünk, hogy részt vehettünk. Molnár Robertnek, a Nagyboronyból érkezett kárpátaljai fiatalembernek is komoly céljai vannak a jövőben. Én már két éve járunk erre a tornára, ide Magyarországra, a Kárpátaljai Magyarság tornára, ez ami szokott lenni minden éven, és már két éve mi vagyunk az elsők. Ezen az éven nem sikerült nekünk eljönni technikai okok miatt, de jövőre szeretnénk eljönni, és szeretnénk ugyanúgy megnyerni ezt a kupát, amit már két éve mi vagyunk a trónon, úgyhogy ezért jöttünk. A fiatal futballisták holnap a Videoton Újpest mérkőzés előtt 15 óra 15 perckor mutathatják meg tudásukat a Sóstúi stadionban.